82 ország 447 versenyzője érkezik Budapestre az augusztus 24-én kezdődő ifjúsági ökölvívó világbajnokságra. A viadalt ráadásul nem mindennapi helyszínen, a tavalyi felnőtt vizes világbajnokságra épült Duna arénában tartják. A magyar csapatot 9 fiú és 7 lány alkotja. Stábunk az ifjabb Balzsai Károly vezette fiú válogatottat látogatta meg győri felkészülése közben. A fiatalok keményen tréningeznek, és már alig várják, hogy ringbe léphessenek. Én úgy gondolom, hogy az egész nyarat a gyerekek tisztességesen végig dolgozták. Nagyon sokat edzőtáboroztunk, külföldi edzőtáborban, ugye Oroszországban is voltunk. Utolsó két hetet itt Győrben, de egy nemzetközi edzőtábor keretein belül töltjük. Külföldiek, illetve a messzi tájról, akik érkeztek országok, velük még néhány kesztyűs felkészülő edzést fogunk majd végezni, és akkor jövő héten már csak a felüdülés, egy kicsit a visszakönnyítés, gyorsítás, illetve az élesítés vár rá. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó állapotban lesznek a srácok, mire kezdődik a VB. Nagyon jól érzem magam, úgy gondolom, hogy a felkészülésünk szinte hibátlan volt, nem volt benne akadály, nem volt sérülés, úgyhogy tökéletesen fel vagyunk készülve a világbajnokságra. Jó a csapat, jó a hangulat, most már kezd érződni, hogy itt a vége, úgyhogy várjuk nagyon. Szerintem jól állunk most nagyjából, az edzéseket még kicsit oda tesszük keményebben, jövő héttől már azért fellazulunk, és azért több lesz a könnyebb edzés, gyorsulgatunk, meg a súlyra odafigyelünk. De szerintem teljesen jól áll a csapat. Én nagyon jól érzem magam, és úgy érzem, mintha fel lennék már kész, és még van 10 nap felkészülésből. De mennyit jelentett versenyzőinknek, hogy hazai környezetben mérethetik meg magukat az év számukra legfontosabb versenyén? Ez biztos, hogy nagyon jó érzés lesz a ringben úgy boxolni, hogy a magyar közönség szurkol neked, de szerintem lényegtelen, mindenhol oda kell tenni magunkat. Teljes erőbedobással készülnek, igyekszem őket fegyelmezetten tartani, illetve hogy a célre koncentráljanak csak, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy egy plusz motivációt fog nekik adni azt, hogy itthon van a világbajnokság. Nekem nagyon sokat jelent, én teljesen nekem erőtel az, amikor itt hazai pályán mérkőzhetek. Ez egy nagyon nagy motiváció, azt gondolom, hogy mindenkinek fiúk közül egy óriási motiváció lesz hallani a magyar hangokat, a szurkolást, a magyar közönség előtt, úgyhogy minden bele. A fiúk egyébként korábban már ellátogattak a világbajnokság helyszínére, hogy ne érje őket váratlanul az impozáns létesítmény látványa, milliója. Fantasztikus helyszín lesz, a srácokat el is vittem gyorsan, ahogy megtudtuk, hogy ugye ott lesz a világbajnokság, mert óriási terek, meg teljesen másképp néz ki, mint ugye egy ilyen szűk ökölvívó terem, vagy egy olyan sportcsarnok, ahol szoktunk ugye EB-ket, VB-ket lebonyolítani, hogy kicsit szokják a hangulatot, el voltak jó és nagyon tetszett nekik. Elsősorban itt ugye a hazai közönséget, meg azt, hogy itthon vagyunk, azt kell nekik, hát ha nem is legyőzni, de egy kicsit kizárni és csak az ökölvívásra koncentrálni, úgy gondolom, hogy fel fogja őket dobni a hazai közönség, illetve az a gyönyörű létesítmény, ahol leszünk. Már voltunk a Duna arénába, megnéztük, ez jó volt, mert először mi nekünk is megfökkentő volt, milyen nagy. Úgyhogy elmentünk, megnéztük mindent az öltözőktől, bemelegítő helytől kezdve mindent, és nagyon szuper hely. Már láttam, már mentünk be megnézni, és nagyon jó volt, nagyon várom azt, hogy mikor léphetek be a ringbe, és mutatottam meg, hogy én vagyok a legjobb. És hogy mit vár a szövetségi kapitány tanítványaitól a hazai ringben? Nagyjából megvan a fejemben, hogy mivel lennék elégedett, szándékosan nem szeretnék se eredmény, se ilyen reményeket fűzni senkihez, illetve eredményt elmondani. Én nagyon szeretném, hogyha a gyerekek a 120%-ot kihozzák magukból, amit gyakorolunk ugye edzésen, és akkor meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. De mivel lennének elégedettek maguk a versenyzők? A dobogó legfelső fokával. Szerintem én bennem az, hogy meg tudom nyerni, és bízok is magamba. A legfényesebb érem. Tehát persze már egy éremmel is megelégszünk, de azért minél fényesebb legyen.